Képzeljétek, lezuhanyoztam csak és kizárólag a ti kedvetekért. Nem mintha ti éreznétek, hogy milyen illatom van vagy volt. Igazából már engem kezdett el zavarni. Viszont sminket is pakoltam föl, de már megfésülködni nem fésülködtem. Úgy voltam vele, hogyha a férjemmel egy randira, ha egy modellcastingra nem fésülködök meg, akkor a YouTube-ra biztos nem fogok. Na jó, beszélgessünk! Sziasztok! Mihaly Kenikő vagyok. Bár igazából nem is nektek akarok bemutatkozni, mert gondolom ti tudjátok, hogy kinek a videójára nyomtatok most rá. Inkább magamat próbálom emlékeztetni, ugyanis nagyon heavy mommy brainben szenvedek, azaz mindent elfelejtek, mint például valamelyik nap az egyik legjobb barátnőmnek a nevét is. Most léptem be a 9. hónapban, és nem tudom ti hogy vagytok vele, de én inkább érzem magamat már úgy, mint egy nehezen mozdítható tank vagy bálna, mint sem ember. Egyébként ilyen kérdéseim vannak hozzátok, hogy ti mit csináltatok odalent a szőr szituációval, ugyanis bármerre pakolgatom a hasamat hetek óta, egyszerűen nem látok el odáig, nem is érek el odáig, és azon gondolkoztam, hogy vajon ciki szőrösen szülni menni? A gyanta most szóba se jöhet, tehát aki 8 hónap terhesség után engem gyantával akar gyötörni, azt égőfákjával fogom elkergetni. Úgyhogy jöhetnek a tippek, hogy ilyenkor mi a rutin. Na jó, de komolyra fordítva a témát, azért vagyok itt, hogy egy picit az egészségügyről beszéljek. Sokan kérdeztétek, hogy mi is a különbség a magyar és az amerikai egészségügyi ellátás között, illetve terhes gondozás között. Igazából 5 héttel ezelőtt jöttünk vissza a párommal Amerikába, így nagyon sok tapasztalatom azzal kapcsolatban nincs, hogy a terhes gondozás egyébként hogyan zajlik itt. Eddig 2 vizitem volt az itteni orvosommal, akit igazából Magyarországról sikerült megszereznünk, onnan sikerült őt elérnünk. Azt tudom mondani, hogy a magyarországi ellátás a Dr. Rose kórházban, ahogyan már említettem egy korábbi videómban is, szuper volt. Én nagyon szerettem oda járni, nagyon élveztem, az orvosomat kifejezetten kedvelem, és valószínű ez azért is lehetett, hiszen a Dr. Rose magánkórház nem csak gyönyörű, de tényleg tapasztalt és nagyon kedves személyzettel van ellátva. Versus ugye most itt vagyunk Amerikában, és hogyha csak szimplán az egészségügyi ellátást veszük alapul, akkor először is azt kell megemlítenem, hogy ugye Magyarországon TB van és magánellátás. A TB ugye pedig mindenkinek jár, aki igazából havonta fizeti, és nem is kerül annyira sokba. Itt Amerikában nincsen általános egészségügyi ellátás, vagy ilyenféle finanszírozható, tényleg mindenkinek járó orvosi ellátás. Itt biztosítások vannak, a biztosítók többsége magáncégek kezeiben vannak, így az ember tulajdonképpen egy olyan szituációban találja magát, hogy vagy a munkáltatója fizet neki egy bizonyos biztosítást, amit igazából el kell fogadnia, vagy saját magának, mint például én ezt teszem, fizeti, mert én is egy önmunkát biztosító, azaz freelancer vagyok. Tehát magamnak biztosítom a munkát, így magamnak kell biztosítanom az egészségügyi ellátást. Ez annyiból szerencsésebb, hogy igazából én magam választhatom ki azt, hogy milyen szintű ellátást szeretnék, viszont ez abból hátrány, hogy az én saját zsebemből kell kifizetnem, és bizony a legjobb biztosítások, a legjobb ellátások itt is nagyon drágák. Mi a párommal egy olyan biztosítást választottunk, amelybe mind a ketten beletartozunk, és majd a születendő gyermekünk is. A kórházat Magyarországról választottuk ki, az orvost és a praxisát Magyarországról választottuk ki, illetve már megvan a gyerekorvosunk is. Az alapján választottunk, hogy igen, egy ilyen szituációban, hogy melyik a legjobb kórház New Yorkban, amiben bele lehet tartozni, amelyiknek a rendszeréhez hozzátartozhatunk, és a legjobb és a legbiztonságosabb itt szülni.
A kórház és az orvos kiválasztásában egyébként egy dula segített nekünk. Nem tudom, tudjátok-e, mit jelent. A dula olyasmi, mint egy bába asszony, egy midwife, aki tulajdonképpen a szülés elősegítésére van jelen. Ő nem egy orvos, van szakképzése, de ő nem is egy szülésznővér. A mi dulánk, Ildi, aki egyébként magyar, 16 éve él Amerikában, és ha jól tudom, akkor azóta is dolgozik itt dulaként. Ő segített nekünk a kórház, az orvos és a gyermekorvos kiválasztásában. Ildiről azt kell tudni, hogy bár a dulákról az ismert, vagy inkább az a tévhit áll fönn, hogy akkor biztosan én itthon fogok szülni, majd ide leteszünk egy kádat, és akkor a vízben fogom megszülni a kisbabámat, de nem. Ildi egy abszolút modern dula, én kórházban szeretnék szülni, és ő pedig ott lesz velem, a balomon a férjem, a jobbomon Ildi. Egymást fogják segíteni, és engem fognak segíteni majd a szülésben, illetve Ildi azért is jó, hogy van nekem, mert ő lesz az, aki majd az én fájdalmas üvöltéseim kellős közepén fog kommunikálni helyettem az orvossal, és hogyha a kedves férjemet elküldöm az Isten háta mögé meg vissza, akkor Ildi lesz az, aki elmagyarázza neki, hogy ez teljesen normális. De erre már mindenkit elkezdtem felkészíteni, mert tudja, hogy ki fogok magamból kelni. Azért is, mert egyébként természetes szülést tervezek, azaz fájdalom, csillapítás és érzéstelenítés nélkül. Tudom, ne nevessetek, tudom, hogy most mit gondoltok. Úgy vagyok vele, hogy így indulok neki a szülésnek, aztán ki tudja, pár óra fájdalom, bajúdás után lehet, hogy térden állva fogok könyörögni az orvosnak, hogy akkor adja be az epidurálist. De visszatérve az egészségügyi ellátásra, amit nagyon jónak találok itt, az, hogy teljes mértékben próbálják az én kívánságaimat teljesíteni. Tehát ha én azt mondtam volna nekik, hogy a plafonról lóba szeretnék szülni, akkor az orvos azt mondta volna nekem, hogy rendben, megoldjuk, már láttunk ilyet. Egyáltalán nem érzem azt, hogy nem kérhetek valamit, nem tehetek meg valamit. Azt mondták, hogy járkálhatok föl alá a folyosón, nem leszek ágyhoz kötve, infúziót se kell beadni, hogyha nem akarom. Igazából állhatok, ülhetek, mindent csinálhatok, a férjem is kibejárkálhat, a dulám is kibejárkálhat, lehet enni, inni. Mindaddig a pillanatig, amíg el nem jön az aktív kitolási szakasz, se az orvos nem lesz bent velem, se a szülésznővér. Igaz, be fognak jönni, rám fognak nézni, csekkolni fogják, hogy mire van szükségem, vagy éppen mire nincs, de igazából a férjemen és a dulán kívül nem lesz velem ott akkor a szobában még senki. A másik, ami nagyon érdekes volt számomra, az, ahogyan a szülés utáni eseményeket fogják kezelni. Ha jól tudom, akkor a magyar kórházakban az a protokoll, hogy a kisbaba megszületése után, és leginkább ugye az állami kórházakban, a babát el is veszik az édesanyától, és elviszik egy másik szobába megfürdetni, vizsgálatokat végeznek rajta. Itt Amerikában pedig az a szokás, hogy a baba megszületése után egyből oda dobják a gyereket az anyuka mellkasára, és egy nem is vágják el a köldökzsinort egyből, hanem már csak akkor, amikor az nem pulzál. Tudom, nem menjünk bele, elképzelni is egy kicsit guztustalan, de biztos, hogy amikor megszületik a babám, akkor ez lesz az utolsó dolog, amit guztustalannak fogok tartani. Viszont tényleg megvárják azt, amíg az összes vér a placentából átpumpálódik a kisbaba testébe, mert ez sokkal jobbat tesz neki, és csak utána fogják elvágni a köldökzsinort, amit az apuka megtehet. A vizsgálatokat ott helyben végzik el a szobában, és nagyon sokszor nem fürdetik le a kisbabát, sőt meg sem törlik, azért, hogy a testén lévő természetes baktériumok már erősítsék az immunrendszerét. Valamint a szülés után áttolnak minket egy másik szobába, ahol egyedül leszek, és ez nem valami speciális kívánság, ez egyszerűen így történik, minden anyuka, ha jól tudom, megkapja a saját külön szobáját, és a kisbaba ott tölti az anyukával az elkövetkezendő 48 órát. Minden vizsgálatot ott végeznek el, ott mérik a súlyát, ott fognak segíteni az etetésben, és csak is kizárólag akkor viszik el a kisbabát, hogyha valamilyen komplikáció föllép, ami reméljük nem fog megtörténni, de akkor a férjem, azaz a kisbaba édesapja mehet velük a másik szobába, én akkor
akkor már nem mehetek. Érdekes az, hogy a kórház sokkal szélesebb körben látja el a kismamát, úgy gondolom. Lesz lactation advisor, ami, ha jól tudom, akkor egy olyan nővér, aki kifejezetten a szoptatásra való ráhangolódásban segít. De mindenféle, mondom, külön kívánság listám van, egy egész birth plan, azaz egy születési terv, hogy mi az, amit szeretnék, mi az, amit nem szeretnék. Például olyanokat írtam a listára, hogy ne etessék cumis üvegből a kisbabát, ne adjanak neki tápszert, stb. És igazából tényleg az van, amit én szeretnék, és az nagyon jó tudni, hogy nem én vagyok alárendelve a rendszernek, hanem a rendszer van ott azért, hogy engem kiszolgáljon. Egy komplikációmentes szülésnél 48 óra bent tölthető idő, és egy mondjuk egy cesarean, vagyis egy császármetszésnél pedig 96 óra maximum bent töltendő idő a kisbabával. Ezután csak és kizárólag úgy engednek haza, hogyha autóülésben visszük el a kisbabát, tehát hogyha tudjuk biztonságosan hazatranszportálni. Különben egyszerűen nem engednek ki a kórházból. Mellékesen menüről lehet kaját rendelni, azt még nem tudom, hogy az apuka ott aludhat-e velem bent, meg fogom kérdezni. Ami még nagyon érdekes volt, igaz, az elmúlt 5 hétben csak 2-szer találkoztam az orvosommal, és mind a két látogatás körülbelül 15 percig tartott. Nagyon-nagyon lazának találtam, bár mi a 32. hetemben találkoztunk, így ő nyilván tudta azt, hogy semmilyen komplikáció nem volt, hála az égnek a korábbi szakaszban. Így nagyon nyugisan kezelt engem is, de nem is azt mondanám, hogy félváról vette a dolgokat, hanem olyan önbizalommal és magabiztossággal kezelt mindent, hogy tulajdonképpen azt mondta, hogy ő rám bíz mindent, ha valami van, akkor szóljak, ő teljesen biztos az ő dolgában, viszont nem biztos, hogy nála fogok szülni. Attól függ, hogy nála fogok-e szülni, hogy a kisbaba mikor fog jönni, mikor dönt úgy, hogy neki itt az ideje ahhoz, hogy meglássa a napvilágot. Az ő praxisában levő orvosok valamelyikénél fogok szülni, így igazából az első, hát 7 hónap után, hogy mi még akkor soha nem találkoztunk, a 2 15 perces vizit után nekem igazából teljesen és tök mindegy, hogy kinél fogok szülni, amíg ott lesz velem a kedves férjem, amíg ott lesz velem a dula, és talán anyukámat felhívhatom telefonon. Fogok készíteni majd egy videót arról, hogy mit pakolok a kórházi táskámba, fogok készíteni egy videót az élményeimről, de egyelőre ennyit tudok mondani. Lehet, hogy ez a videó nem volt túl informatív, de igazából, ha azt az egy nagy különbséget kellene megneveznem, hogy a magyar és az amerikai egészségügyi ellátásban vagy terhes gondozásban mi a különbség, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen az, ahogy bánnak az emberrel, és az, ahogy a kívánságait lesik, hogy Magyarországon tényleg az ember egy rendszerbe kényszerül, Amerikában pedig a rendszer ott van, hogy kiszolgáljon minket. Jó sok pénzért! Élvezzétek a heteteket, legközelebb is jelentkezem. Puszika! Jaj! Az Isten szerelmére!